Sziasztok! Szilágyi Andrea vagyok, a Mindset Marketing Manager-e, és mellettem Kozma Gyiszkeleti Dániel ül, családpszichoterapeuta, és a Mindset Terápiás és Tanácsadó Központ szupervizora, szakmai vezetője. Eredetileg úgy hirdettük meg ezt a ma délutáni beszélgetést, hogy az iskolakezdéssel fogunk értekezni, azzal kapcsolatban fogunk tanácsokat megosztani veletek, de azóta nagyon sok új információ került napvilágra, illetve a beérkezett kérdések alapján is azt látjuk, hogy sokkal fontosabb számotokra a jelenlegi helyzetet övező bizonytalanság, úgyhogy ma inkább erre fókuszálnánk. És először ezt is kérdezném, hogy milyen megküzdési stratégiákat tudunk javasolni a nézőinknek ebben a helyzetben, amikor egyrészt nagyon bizonytalan minden, illetve a bizonytalanság mellett a félelem, az aggodalom is egyre jobban megjelenik. Hadd kezdjem azzal, hogy talán azért is érdekel ez ilyen sok embert, és azért érint bennünket ez ilyen erővel, mert hogy az egyik legalapabb lélektani szükségletünket érinti, a biztonságérzetet. A biztonságérzetet pedig a kiszámíthatóság, az előreláthatóság, az állandóság, a rendszeresen visszatérő, ugyanúgy ismétlődő, megszokott dolgok képesek közvetíteni felénk. Tehát amikor így pontosan tudjuk, hogy hogyan szokott lenni egy szeptember elseje, hogy milyen az évnyitó, hogy mire kell készülni, és azt is tudjuk, hogy hogy fog kinézni az őszi szünet, meg a téli szünet, és mikor kell majd új tornazsákot venni Bercikének, meg új matematikai programokat telepíteni a számítógépre. És hogy azt hiszem, hogy most pont ez íródik fölül, idén ráadásul már másodszor. És ez egyben azt is jelenti, hogy felhasználhatjuk a korábbi tapasztalatokat. Tehát tavasszal mindannyiunkat kibillentett az egyensúlyunkból, ez az átmeneti állapot, ugyanakkor mindenki megpróbálta a saját megoldási eszközterét kialakítani, senki nem tudta, hogyan kell, hiszen hasonlót nem nagyon éltünk át. Most a második hullámnál, ugye a megküzdési stratégiákra kérdeztél, az egyik legfontosabb lehet, hogy így összeszedjük, hogy mi az, ami tavasszal működött. Ez azért izgalmas, mert nagyon sokszor, amikor így újra meg újra bele kerülünk egy krízis helyzetbe, minthogyha nem emlékeznénk rá, hogy mit is tanultam én tavasszal, hogy is volt, hogy vettük meg a zsömlét, hogy jutott el valaki oda, ahová el akart menni, mit csináltunk az online tornaórákkal, stb. Szóval, hogy olyan, mintha így nem fél évvel ezelőtt éltünk át volna, nagyon hasonlót. Ráadásul valóban sok a bizonytalansági faktor, mert hogy egyelőre ugye határzáról van szó, és a maszkviselés szigorításáról, illetve komolyabban vételéről, elsősorban zárt térben, de minden arra mutat, hogy érdemes felkészülni esetleg újabb korlátozásokra a saját magunk és egészségünk védelmében, meg egymás védelmében. Szóval, hogy az egyik megküzdési lehetőség fölidézni mindazt, ami a hát szinte közelmúltban működött, ami tavasszal bevált. Arra is ország emlékszünk, mi az, ami tavasszal olyan volt, mint az aggodalom, meg a hintaló, nem vitt bennünket sehová. Szóval, hogy így mikből lettek viták, mikből lettek veszekedések, amiknek aztán kiderült, hogy nincs is igazából létjogosultság, vagy nem igazán fontos dolgok. Tehát az egyik visszaemlékezni. A másik megküzdési stratégia egy közösségben, egy családon belül az, hogy és azt hiszem, hogy ebben is sokat segített a tavaszi vírushelyzet, hogy végig gondoljuk, hogy igazából mi is a fontos számunkra. Mi az, amire tényleg érdemes erőfeszítést szánni, és mi az, amivel kapcsolatban most élhetünk azzal a nagyon trendi kifejezéssel, hogy elengedjük, hogy most nem feszülünk bele. Hogy egy megváltozott oktatási helyzetben lehet, hogy nem feltétlenül az elolvasott oldalak száma, az átvett tananyag egységeknek a számossága lesz a legfontosabb, hanem saját mentáligénk megőrzése és a gyermekekben, a saját magunkban is az érdeklődés fönntartása. Azt, amit tavasszal tudtunk erről tanulni, hogy mi az, ami tényleg fontos az együttlétben, meg a ismeretek gyarapításában, ezt most újra elő fogjuk tudni venni. A harmadik megküzdés, ez a saját önmegnyugtatási képességünknek a minél fokozottabb erővétele. Amikor ennyi a bizonytalan tényező,
mi se tudjuk, más se tudja, akkor valószínűleg nem érdemes végig telefonálni az összes barátunkat, barátnőnket, hogy ti mit tudtok, mert ő sem tud semmit. Még a döntéshozók is csak mérlegelik a dolgokat, tehát akik aztán támpontokat fognak adni számunkra, még valószínűleg ők sem tudják pontosan, mi lesz a döntésük, hiszen még éppen begyűjtik az ehhez szükséges információkat. Vagyis ilyenkor érdemes mindarról lemondani, ami növeli saját feszültségünket, a különböző híroldalak böngészése korlátlanul, a különböző feszültségkeltő hírek újra meg újra meg újra elolvasása, a sorstársakkal való panaszkodó versenybe való beszállás, nektek is szörnyű, nekünk még szörnyűbb, stb. De nálunk még az anyósunk is nálunk lakik, na jó, van nálatok, meg van 6 kutya, stb. Szóval, hogy ez a kinek nehezebb, kinek rosszabb versenybe való beszállás megint csak nem segít, hanem saját magunk lecsillapítása. Az a tapasztalatom egyébként családokkal dolgozva, hogy azok a családok részelték át a tavaszi, nyár elejé krízis helyzetet viszonylag közönkerülmentesen, és erősödött meg a kapcsolatuk, ahol ez tudott működni. Tehát mielőtt egymásra borították volna a feszültséget, mindenki tudott egy kicsit így lecsillapítani saját magát, és akkor már egy egészen más párbeszéd veszi kezdetét, nem pedig egy ilyen húzavon. A negyedik, és iskolakezdés gyermekek kapcsán azt hiszem, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni, a negyedik megküzdési lehetőséget a mesék rejtik magukban. És hát a mesék azok nem csak gyermekeknek szólnak, hanem ilyen nagyobb bacska gyermekeknek, mint mi vagyunk. A mesék ugyanis nem arról szólnak, hogy minden rendben van, hanem hogy mindenért lehet erőfeszítést tenni, hogy jobb legyen, hogy rendbe jöjjön. És a mesélős mindig elindul, és mindig próbálja a szerencsét, és összegyűjti a segítőket az élet útja során, akik aztán támogatni, biztatni tudják őt. És néha a legváratlanabb helyről jön egy mese során ugye az erőforrás, egy egérke, egy rőzsehordó öreg asszony, akiből nem nézünk, na majd pont te fogsz nekem segíteni. És lehet, hogy pont ő tud valami olyan fontosat, amire aztán szükségünk lehet. És pont tegnap reggel futottam be a közösségi oldalon egy meseterápiás üzenetbe, Boldizsár Ildikótól, aki egy kifejezetten ilyen bíztató, bátorító, erősítő mesét időzített az iskola kezdés körülre. Szóval, hogy a mesékből nagyon sokat tudunk táplálkozni, és azáltal, ha mesélünk a gyermekeinknek, a mese ereje az ránk is hatni fog. Úgyhogy kifejezetten érdekes, vagy érdemes ilyenkor ebben elmerülni. És az ötödik, a biztonságérzetünket ugye azt mondtuk, hogy az állandó, kiszámítható, stabil dolgok adják. Amikor úgy tűnik, hogy minden elszáll, nem, nincsenek támpontok, akkor érdemes a mindennapi életünkben minél több nagyon apró rendszerességet, kiszámíthatóságot csempészni. Mind megtartani a bioritmusunkat, minden nap ugyanakkor fölkelni, home office-ban is fölkelni ugyanakkor, ugyanazt a reggeli készülődési rutint végigvinni, akkor is, hogyha arra készülünk, hogy otthon szükséges maradnunk. Ugyanabban az időben az étkezéseket időzíteni reggel, délben, este, hiába volt, úgyhogy jaj, most bármikor nassolhatunk, stb. Érdemes megtartani ezeket a biztonságot adó, kiszámítható elemeket, hogy ebbe tudok kapaszkodni. És a munka elejét és a munka végét ugyanúgy kiszámíthatóvá tenni, a kedvenc műsoraimat beiktatni a napirendbe, például mindig megnézni a Mindset bejelentkezéseit, mert hogy azok csupa ilyen biztató, bátorító elemeket hordoznak. A hatodik, hogy mondjak egy hatodikat is, a megküzdési lehetőség. Ugye pszichológusként tudjuk, hogy az egyik legfontosabb erőforrásunk a társas támogatás. Egymástól tudunk nagyon fontos biztatásokat, bátorításokat, kiegyensúlyozást nyerni. Így egy ilyen átmeneti állapotban még inkább érdemes a számunkra tényleg fontos emberekre bízást támaszkodni. Számni arra időt, hogy nem össze-vissza keresgélni a neten, meg nézegetni a közösségi oldalakat, hanem célzottan, akit tudom, hogy akire számíthatok, aki tényleg fontos, őt fölhívni pár perces beszélgetés elejéig, ha van rá lehetőség személyesen találkozni,
most még bizonyosan van, ha ez később beszűkül, nagyon föl fog értékelődni, hogy de legalább találkoztunk akkor, amikor még lehetett. Szóval a családtagjainkkal, a barátainkkal, a számunkra fontos emberekkel tényleg tölteni időt, minél rendszeresebben, és erre úgy tudunk felszabadítani időt, hogy ezeket az időrablókat megpróbáljuk lecsökkenteni az életünkben, amikor csak így böngészünk, kimintett ki, kimint izéposzt, stb. Sokkal építőbb, hogyha valakivel akkor személyes kontaktusra lépünk. És hát a hetedik pedig te magad légy. Hogy klasszikusokat idézzünk, szóval, hogy saját magunk megküzdési képességének a felcsiholása az, ami ilyenkor a megküzdést tudja segíteni, vagyis, hogyha azt mantrázzuk magunknak, hogy mi még erre sem vagyunk képesek, biztos, hogy nem fog sikerülni, hogy gondolod, hogy mi itt leülünk és tudunk beszélgetni, ha inkább el se kezdjük, mert nem lesz belőle semmi, hát egy mikrofonnal itt. Szóval, hogyha negatív szugesziókat adunk magunk számára, akkor láss csodát, önbeteljesítő jóslatként tényleg nem fog menni. A jó hír az, hogy ugyanennyi szellemi energiával össze tudjuk gyűjteni, hogy de miért érdemes. Van véleményünk, elmondjuk, hát ha találnak benne néhányan valamiféle előrevívőt, és kimazsolázzák azt, ami nekik érvényes mondani való, hogy mikor sikerült a közelmúltban, a régmúltban, és miért érdemes most megtennünk, miért érdemes most megküzdenünk, és miért érdemes elengedni azt, hogy mindig jó kell lenni, mindig lehetünk hitelesek. Szóval a hetedik megküzdési mód vagy erőforrás azok mi magunk legyünk a magunk számára. Nagyon sok kérdés érkezett szülőktől azzal kapcsolatban, hogy az ő bizonytalanságukat mennyire fejezhetik ki a gyermekek előtt, mennyire kell erősnek mutatkoznia, mennyire kell esetleg ezt eltitkolni, erről mit gondolsz? A gyermek az nem hülye, hanem gyermek, és általában kétszer annyit tud, és négyszer annyit érez, mint amit gondoljuk, hogy tud és érez. A gyermekeknek, mivel számukra kifejezetten fontos az, hogy anya meg apa hogy van, hihetetlen klassz radarokkal monitorozzák apát, anyát, meg a kettőjük kapcsolatát. Azonnal levesznek olyan apró mozzanatokat, amit mi, ne a gyerek előtt édesemre, azonnal átmegy mindenféle szinten, mert a hangszínünk változásából érzik a gyerekek, hogy mi most éppen kedvesen szólunk egymáshoz, vagy pedig nem. Szóval füllenteni semmiképpen nem érdemes a gyermeknek, mert hogy azzal inkább összezavarjuk. Hiszen akkor két különböző dolgot tapasztal, látom anyám, hogy feszült, tényleg látja, érzi, akármennyire mosolygunk, érezni fogja a testbeszédünkből, a hangszínünknek a feszültségéből. Szóval nem érdemes azt mondani, nem kicsikén nagyon jól vagyok, nem. Mert akkor még összezavaróbb lesz számára, hogy most akkor melyiknek higgyek, anyunak vagy a szememnek, szóval, hogy így, hogy van ez. Úgyhogy föl lehet vállalni, és a gyermeknek ezzel egy fontos, hiteles mintát adunk. Nem most? Igen, apa is feszült, anya is, mindannyian nagyon sokat tanakodunk, tudjuk, hogy te is, hogy nem mehetsz a kis fajtársaiddal úgy játszani, vagy nem mehettek föl, hanem csak kint a játszótéren, pedig mindjárt januárban. Szóval, hogy így nyugodtan vállalhatjuk, hogy ez most mindannyiunknak egy nehéz időszak. Azonban az fontos lehet, hogy amikor tényleg azt érezzük, hogy így nagyon-nagyon sok, mielőtt a gyermekeinkkel kontaktusba kerülünk, szálljunk rá néhány percet saját magunk lecsillapítására, ahogy korábban említettem, hogy az az egyik legjobb megküzdési lehetőség. De hogy ne vezessük félre a gyerekeinket, sőt, érdemes őket előre fölkészíteni. És erre is vannak kiváló mesék, hát a mesehős, ugye a törpök élete nem csak játék és mese, hogy édes kicsikén most lesz az, hogy jön a hókuszpók, meg mindenféle egyéb gubanc lehet, figyelme összekapaszkodunk, és eddig is mindenen átmentünk, most ezen is át fogunk tudni menni. Apa is itt van, anya is itt van, vagy aki itt van, de hogy lehet, hogy most idegesebbnek látsz, hogy valami igen, mert hogy szeretnénk, hogy minden klasszul menjen, csak most éppen ez egy nehezebb időszak. A gyermekek egyébként szoktak emlékezni arra, hogy korábbi életükben milyen nehézségek voltak. Tehát például a vírus kapcsán el lehet nekik mondani, hogy
kicsiként. Emlékszem, amikor Bárány Imrős voltál, vagy amikor, mit tudom én, a barátnői skarlátosok voltak, és 3 hétig nem látogathattad őket, pedig mennyire szereztek együtt babázni, vagy a kortárs francia filozófia eredményeit megvitatni. Szóval a gyerekek emlékeznek esetleg ilyen nehézségekre, és föl lehet televeníteni, emlékszem közben, nagyon nem volt jó, de utána milyen klassz lett, és hogy kijöttünk belőle, és hogy elmúlt, és megjött, most is veszély van, oda kell figyelni, felelősnek szükséges lenni, nagyon kell kezet mosni, stb. Viszont utána majd ez változhat, persze a kézmosás utána se fog elmúlni, csak legfeljebb nem ilyen szigorúan, meg nem ilyen börtle, csiszatoló, fertőtlenítőszerekre lesz szükség. Szóval, hogyha röviden akarok válaszolni, akkor a gyermekeknek a hitelesség a legjobb üzenet szülőként, amikor hitet akarunk, nyugodtan képviseljük, de azt is lehet, hogy most éppen ez egy ilyen mindannyiunkat próbál a tevő időszak. És korcsoportonként esetleg meg lehet bármilyen stratégiát különböztetni a gyermekekkel kapcsolatban, például szintén egy kérdés érkezett egy kis óvissal kapcsolatban, aki pontosabban most lesz majd a vodász szeptemberben. Neki vajon el kell már azt mondani, hogy lehet, hogy ez a zavonásság ez mondjuk csak 1 hétig fog tartani, vagy elég lesz ezt majd akkor kommunikálni felé, hogyha megtörténik esetleges egy nagy bezárás? Azt hiszem, hogy a felkészültség az könnyebbé teszi az alkalmazkodást. Ugye nekünk is előre szólnak, hogy jövő héttől nem lehet utazni, 1 hónap múlvától lesz ez meg az az esetleges korlátozás, akkor könnyebben felkészülni. Most természetesen a gyerekeknek az időérzéke teljesen más, egy ovis, az például ez a 5 perc, 1 óra meg a mindjárt jövök között annyira nem tud különbséget tenni. De ha szólunk neki, hogy figyelj, lehet, hogy máshogy lesz, akkor amikor esetleg ez bekövetkezik, akkor vissza tudunk utalni, hogy emlékszel, beszéltük, hogy most visszamegyünk az óviba, nagyon klassz lesz, stb. De most ezt nem tudjuk, hogy karácsonyig lesz, vagy ugye a gyermekek könnyebben tanakodnak ilyen természetes életciklusokban, hogy nagymama szülinapjáig, meg a, nem tudom én, mert ahhoz így tudják kötni, de hogy 3 hét, hát azzal nehezen kezdenek valamit. Emellett minél kisebb a gyermek, és óvisokra ez feltétlenül igaz, annál inkább a saját érzelmeit az egész testével, a zsigereivel éli meg. Így a kisgyermekek megnyugtatásában még inkább fölértékelődik a testi érintés, az ölelés, a simogatás. Szóval, hogy a minden feszültségkeltő helyzetet náluk még könnyebben lehet azzal kezelni, hogyha megöleljük őket, és ez fontos is, megsimízzük, megszorítjuk, hogy belefeledkezhet az ölelésünkbe, akkor egy picit így megnyugszik, vagy úgy biztonságban érzi magát, és akkor lehet elmondani. Ahogy cseperednek a gyermekek, egyre inkább megtanítjuk őket, hogy a fontos dolgok a szavakon keresztül jönnek. Egy iskolásnál már még inkább felértékelődik az, hogy mit mondunk, meg inkább az, hogy hogyan mondjuk. A gyermekek is, egyébként a felnőttek is jobban hisznek annak, a hogyan mondjuk. De hogy a kisgyermeknél az ölelés, a testi kontaktus nagyon-nagyon fontos. Később az is fontos lesz, hogy szavak által milyen információt közvetítünk. Nyilván egy kamasz számára már átbillen, ott tényleg az lesz a fontos, hogy leülünk vele és beszélgetünk akár újra meg újra, hogy figyelj, ez tényleg nagyon nehéz, stb. Nekünk is, neked is, mivel nehéz. Szóval, hogy életkorban ilyen különbséget tudnék felfedezni, amúgy azt hiszem mindannyiunknak ugyanarra van szüksége, biztonságérzetre, meg megnyugtatásra. Megnyugtatást ne kívülről másoktól várjuk, hanem belül tudjuk megteremteni. Erre akár azok a erőforrások állnak rendelkezésünkre, amit az elején beszéltünk. Hogyan tudja a szülő támogatni a gyermeket ebben? Ugye beszéltünk a hiteles kommunikációról, a biztonság megteremtéséről, van-e még bármi, amit... Azt szokták mondani, hogy boldog gyermeket boldog szülő tud tenni, nevelni, segíteni. Azt hiszem, hogy nyugodt gyermeket olyan szülő fog tudni kísérni, aki a saját megnyugtatásáért is tesz. Vagyis paradox módon a legtöbb, amit adhatunk a gyermekeinknek, hogyha ebben a feszültségteli időszakban minél többet teszünk saját kiegyensúlyozottságunk megteremtéséért. Ebben tényleg mondjuk a család életében a biztos napi rend, a megszokott programok, a
minél több ilyen szoros közelségben együtt töltött idő az, ami nagyon sokat segíthet, a közös étkezések, ahol úgy tudunk egymásból táplálkozni, meg ahol így tényleg minden úgy van, megállapodunk, hogy tényleg minden este 6-kor leülünk elkölteni egy közös, hát kiki temperamentumot szerint reggelit, vagy ebédet, vacsorát. Szóval, hogy így olyankor tudunk, és főleg anyukák szokták azt mesélni, hogy az az idő, amit esetleg magamra szánok, hogy mondjuk elolvasok egy cikket, vagy egy könyvfejezetet, vagy tornázok, az nem jó, nem engedem meg magamnak, mert azt az időt a családomtól veszem el. Azt hiszem, hogy ez egy olyan hiedelem, ami nem annyira segít bennünket, hiszen az előbbi logikának a természetes folyamánya, hogy ha áldozunk saját magunk kiegyensúlyozottságának a megteremtéséért, ahhoz lehet tényleg, hogy egy torna, egy barátnőkkel való videótelefonos csevegés, valamiféle kimozdulás, ha van rá lehetőség, vagy a kedvenc hobbinknak való élés, hogy leülünk, és akkor fél órát tényleg tovább kötjük azt a sálat, amit már tavaly elkezdtünk. Szóval, hogy azzal az idővel és energiával, amivel a saját nyugalmunkat teremtjük meg, azt nem elvesszük tőlük, mert azáltal, hogy utána sokkal nyugodtabban, kiegyensúlyozottabban fogunk bánni velük, akkor tulajdonképpen nekik is adtunk azáltal, hogy szántunk a saját magunk föltöltekezésére, lecsillapítására. Szóval, hogy ha megint egy mondattal akarok válaszolni, akkor szülőként azt tudjuk a legjobbat tenni a gyermekünknek, a saját magunkra is odafigyelünk, akkor tudunk jó fejkiegyensúlyozott szüleik lenni, ha erre is áldozunk. A elmúlt 2 évtizedben elterjedt az, hogy szülőnek lenni valami nagyon nagy varázslat, állandó készenlét, nagyon sok odafigyelés, a gyermekeket folyamatos élményeknek szükséges kitenni. Azt hiszem, hogy ez is egy túlhajszolása valaminek. A gyermekeknek nem annyira csodákra van szüksége, hanem anya meg apa jelenlétére. Nem hiper-szuper csodálatos ilyen élményt közvetítő kütyükre, hanem egy beszélgetésre, egy mesére, egy együtt megnézett műsorra, amit aztán akár át lehet beszélni, hogy mi volt az, amit láttunk, és egy közösen megkent és együtt megevett szendvicsre. És talán ehhez kapcsolódik a képernyő használat kérdése, ami főleg az első hullám ideje alatt nagyon megnőtt, óhatatlanul is megnőtt az iskola miatt. Mit tudsz javasolni ennek a kezelésére? Hogyan állhat egy szülő ehhez jól? Valóban a tavasszal úgy alakult, és elképzelhető, hogy ősszel is rá leszünk kényszerítve arra, hogy minél több időt ugye online térben kapcsolódjunk egymáshoz. Azt hiszem, hogy mind a szemünk egészsége, mind a saját mentálunk megőrzése tekintetében fontos, hogy a szünetekben ne ezt tegyük. Tehát, hogy nyilván van egy otthon való munkavégzés közben egy értekezlet, azon természetesen részt veszünk. Nyilván a tanórákon, hogyha online kerülnek megtartani, azokon természetesen részt veszünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szünet, az a 10 perc, negyed óra, pár perc, az tényleg szünet legyen, ezt fizikailag is teremtsük meg, álljunk föl a képernyő elől, tehát hogy ne maradjunk ugyanott, ne azzal foglalkozunk, mert akkor az tulajdonképpen az agyunk nem kikapcsolódásként kezeli. Ugye az, hogy mi a pihenőidő és mi a munkaidő, beleértve a képernyő előtt töltött órákat, akár több 10 órát is, az agyunk így összemossa. És hogyha ugyanazt csináljuk folyamatosan, mondjuk 3 órát értekezleten vagyunk, utána 3 órát böngészünk, akkor az a szervezetünk számára olyan, mintha 6 órát melosztunk volna. És ennek megfelelően lesz fáradt, kimerült, stb. Nagyon fontos, hogyha most az online, illetve a képernyő előtt töltött idő a munka gyermeknek, felnőttnek egyaránt, akkor a pihenés és kikapcsolódás ideje ne ez legyen, hanem valami teljesen más. És ez arra is jó lesz, hogy megtanít bennünket, hogy nem csak a képernyő előtt lehet kikapcsolódni, mert az elmúlt években elhittük magunkról, hogy hát a pihenés az, hogy nézegetünk valamiféle képernyőt, egy csomó más dolog is van. Mm-hmm.
És ugye ez a bizonytalan helyzet az iskola kezdésen túl, illetve az iskola kezdésben érintett családokon túl, azért például az egyedülállók is nagyon érintettek. Nekik mit tudunk mondani, hogyan tudjuk őket bíztatni, hiszen bennük felmerülhet az, hogy most megint elkövetkeztet egy olyan korlátozásokkal teli időszak, amikor megint egyedül lesznek, félelemmel töltheti el őket. Mit tudunk nekik mondani? Nekik talán abban különbözik a helyzetük ebből a szempontból azoktól, akik családban élnek, hogy nagyon irigyeltek lesznek, mert aki ugye családban él, az általában a korlátozások második napjától, idézőjelbe értsd, elkezd azon panaszkodni, hogy szörnyű, egyébként össze vagyok zárva ezekkel, hát ez rettenetes. Aki egyedül él, az erre nem fog tudni panaszkodni, neki valami más módot kell választania. Egyébként most bocsánat, hogy közben álló, de pont ez fogalmazódott meg az egyik kérdező által, hogy egyrészt nagyon keveset foglalkoznak az egyedülállókkal ezzel a témával kapcsolatban, illetve, hogy tulajdonképpen állandóan ezt a visszajelzést kapta az első hullám során, hogy bezzeg neki milyen jó, miközben semmi nem jó volt. Így van, így van. Hát ez olyan paradox, hogy mindenki mással vágyik, mint ami éppen megadatik. Én biztos szép hosszú hajat szeretnék, hogy tőtlen nem is. Szóval, hogy ami éppen nincsen. Ugye az összezártságban a magányra vágyunk, a magányból meg szeretnénk magunk körül társakat. Szóval, hogy ha az egyedüllét előnyeit élvezzük, és a saját autonómiánkat és az önállóságunkat azáltal is megteremtettük, hogy magunkban élünk, és magunkkal töltünk sok időt, akkor az egyik, amit tehetünk, hogy természetesen fölértékelődik a kapcsolattartás azokkal, akikre számítunk. Nyilván a egyedül élésen azt jelenti, hogy nincsenek barátaink, ismerőseink, akár a távolban. Még hangsúlyozottabban fontos lesz az, hogy legalább néhány naponta és rendszeresen és kiszámíthatóan csepegjünk egy picit, és ne munkáról, ne vírus helyzetre, hanem ugye az élet bármilyen kérdéséről, ami amúgy foglalkoztat. Majdhogy nem azt is mondhatnám, hogy egy kicsit pletyizzünk. Szóval, hogy olyan fajta beszélgetést, ami tényleg a kapcsolatba kerülésünk a lényeg, nem az információ átadás, hogy ezt hallottad, az stb. Alidőben akciósan, mint a pekándiós párnácska, hanem hogy tényleg, hogy így csak azért, mert így együtt vagyunk, hellóztam, jaj, de passzú, hát van ez korszer, ez stb. Én is szeretnék ilyen biztos volna. Szóval, hogy itt tényleg csak a csevegés a lényeg. A másik pedig az a gondolat tud segíteni, hogy hát ha választottuk magunknak ezt az életmódot, saját önállóságunk hangsúlyozása véget, akkor vegyük ki belőle azt, hogy mi az értéke. Töltsünk magunkkal időt. Talán így most kapunk kiváló lehetőséget nagy sétákra, nagy átgondolásokra, nagy magunkkal való foglalkozásra, ami tényleg építő lehet. Ezek a bekorlátozott időszakok tavasszak tényleg sok úgy a klienseink, mint ismerőseink arról számoltak be, hogy hát egy csomó mindenre jutott idő, például magunkkal való foglalkozásra, és hogy hát ez először szokatlan, mert hogy ugye egy olyan életmódot alakítottunk ki, ahol mindenre van, meg pörgünk, mint lázat a karján a ridikül, és először olyan ijesztő, hogy fú, most tényleg így átgondolhatom, hogy mit is szeretnék elérni mondjuk az elkövetkezendő években, vagy ki is az, aki tényleg fontos az életemben, vagy mik azok az értékek, amiket tényleg követni szeretnék. Erre jut idő akár naplót írni, szóval, hogy így a saját magunkra irányított figyelmet újra megtapasztalhatjuk, és ez akár egy ajándék is lehet, mert hogy tényleg kilépést jelent abból az életmódból, amit az elmúlt években teremtettünk, és ami erre tényleg nem szokott lehetőséget kínálni. Hogyan tudjuk támogatni azt, akinél azt látjuk, hogy éppen nagyon nehezen éli meg ezt az időszakot, legyen az egy szülő, aki nagyon sok van, munka, gyereknevelés, gyerekoktatás, vagy akár egy egyedülálló ember, aki éppen nagyon magányosnak érzi magát? Azt hiszem, hogy barátként, kívülállóként annyi a dolgunk, ez egyébként nem kevés, mint hogy érzelmileg mellette állunk. Nem kell megoldani más életét.
Szóval, hogy az néha ilyenkor ilyen akár konfliktusokat is szül, vagy indulatokat, úgyhogy elpanaszolod nekem, hogy valami téged foglalkoztat, és akkor én előállok, 8 jó megoldá, ezt csináld, mert stb. Stb. Szóval, hogy nem kell megoldanunk egymás életét. Barátként, ismerősként, rokonként, annyi a feladatunk, hogy mellette vagyunk, teremtünk lehetőséget, hogy elmesélje, és esetleg segítünk neki lehetőséget biztosítani arra, hogy ne csak a nehézségeim rugózzon, hanem kérdezzük meg, hogy van-e valami jó is, ettél-e valami jót, olvastál-e valami jót. Nem sugallva, hogy épp akkor most egyél jókat, meg olvas jókat, mert az már ilyen életvezetési tanácsadás. És barátként, rokonként nem érdemes ebbe belemenni, mert az aztán inkább többet távolít a kapcsolaton, hogyha nevelni akarjuk a másikat. Hagyjuk ezt meg azoknak, akiknek hivatása, hogy ilyen tanácsokkal ellássák a másikat, és akkor lehet mire azt mondani, hogy hát ez én nem akarom. Szóval annyi, hogy mellett állunk, meghallgatjuk, hogy fölhívjuk esetleg a szokásosnál gyakrabban. Hogyha érezzük a barátunkon, barátnőnkön, rokonunkon, hogy fú, elég magányos, nem kell neki oda szervezni semmit, hanem ha eddig hetente hívtuk, hívjuk föl 3 naponta. Csak egy rövid csevegés elejéig, lehet, hogy az akár életmentő lesz számára, hogy gyakran megtapasztalja, hogy valaki érdeklődik iránta. Az érdeklődés, a valós érdeklődés az egyik legnagyobb ajándék, amit a számunkra fontos emberektől kaphatunk, hogy na hát én érdekes vagyok valakinek, hogy valakinek eszébe jut, hogy figyelj és izés, bevásárolni volt-e, igen, jó, szóval, hogy így a kapcsolattartás az, amit tehetünk, nem kell többet, néha egyébként ez valóban nem kevés, tehát hogy erre odafigyelni, tényleg fölcsiholni saját érdeklődésünket, meghallgatni éltes szüleink, nagyszüleink 87-szer elmondott történeteit meghallgatni újra, az néha tényleg erőfeszítés. Neki azonban ez tényleg akár ilyen megtartó erő lehet, hogy ma is beszélgettem a menyemmel, meg 3 nappal ezelőtt is, és ugye, hogy jó, gyerekek viszik az életüket, és még rám is gondolnak. És egy szóba került a határzár, amit elég jelentősen érinti azokat a magyarokat, akik külföldön élnek, külföldön dolgoznak, illetve az itthon élő családtagjaikat. Nekik tudunk-e bármit mondani azzal kapcsolatban, hogy ezt a helyzetet, amikor mondjuk nem tud hazajönni egy fontos családi eseményre, vagy mondjuk nem tud hazajönni a külföldi munkából az eddig megszokott rutin szerint, hogy ezt hogyan lehet ebben a bizonytalan helyzetben jól kezelni? Ugye ez nagyon nehéz, mert készültünk, hogy megyünk majd haza látogatóba, stb. Ilyenkor így, mintha szétválasztanának bennünket. Akkor nem is tudjuk, hogy meddig. És nem is tudjuk, hogy meddig. A krízisben lenni, és most az egész, utána, ha ilyen nagy szavakat használhatunk, kultúránk, vagy földünk, nemzetünk, egyféle krízis él át a vírus kapcsán. Benne lenni mindig nagyon rossz. Azonban a krízisek átmeneti állapotok, és a teljes életünk, a teljes házasságunk, a gyermekünk felcsepeledése léptékéhez képest egy-egy ilyen néhány hónapos átmeneti időszak szinte eltörpül. Ezt persze általában utólag tudjuk érezni. És ez nem vigasztal akkor, amikor most nem mehetek, hiszen most szeretnék menni. Az, hogy majd mehetek, meg hogy eddig mindig mehettem, viszont. Zoránnak van azt hiszem egy száma, ugye, hogy értsd, hogy egy pohár víz mit ér, ahhoz sivatag kell. Hogy talán pont ez lehet a hozadéka, és ebbe tudunk kapaszkodni. Hogy most, hogy el vagyunk vágva, hogy szét vagyunk szakítva átmenetileg, ez arra jó, hogy megérezzük, hogy mi az, ami tényleg hiányzik a másikból. Hogy miért vágyunk annyira haza. Hogy mi fontos apából, hogy tényleg, ahogy amikor hazajön fél évente a külföldi munkavégzésből, tényleg az a pénz vagy az a játékautó a fontos? Nem az a fontos. Hanem, hogy ő már csönget is és hamarosan érkezik. Ugye, pont erről beszélünk. Tehát, hogy
megérezzük, hogy mi az, ami igazán hiányzik a másikból, ami igazán fontos a másikból, hogy amikor apa vagy anya hazajöhet, vagy a tesóik, vagy a nagyszülők, hogy akkor tényleg az a pénz fontos, az az ajándék, amit hoznak, az a túlzsús béles, nem. Hanem megérezhetjük azt, hogy tényleg az számít, hogy itt legyen a születésnapomon, hogy jelen legyen az életem fontos eseményeinél, hogy este lehessen vele beszélgetni. És noha ez az átmeneti időszak, a szétszakítottság, az elválasztottság egy nagyon-nagyon komoly megterhelés és krízis, de pont arra lesz jó, hogy előtte meg utána tényleg átérezzük, hogy a jelenlét az tényleg fontosabb minden másnál, hogy a egymás életében a kapcsolódás, és az, hogy így itt van, és hallom, hogy szuszog, és hozzá tudok érni, az tényleg fontosan. Szóval, hogy most mindannyian nagyon-nagyon sokat vesztünk ezekkel a korlátozásokkal, ugyanakkor nyerünk valami fontosat, a biztonságérzetünk helyreállítását, az egészségünk megőrzésének esélyét, és azt, hogy megláthatjuk, hogy tényleg ki az, aki igazán fontos, mi az, ami benne fontos, miért fontos kapcsolódnunk egymáshoz, hogyan válnak a kapcsolatok fontosabbá, mint mindenféle apróság, vagy technikai dolog, vagy anyagi eszközök, és hogy ha ebből a tanúságból, amit itt szerzünk, csak a felét tovább visszük, már esélyt kaptunk egy gazdagabb és egy kiegyensúlyozottabb életre. Én azt gondolom, hogy ez csodálatos végszó. Köszönjük szépen a figyelmet, ma arra törekedtünk, hogy minden olyan kérdést megválaszoljunk, amit korábban küldtetek nekünk, de ettől függetlenül biztatunk mindenkit arra, hogy írjatok kommentben újabb kérdéseket, mert ezeket egy következő bejelentkezés során meg fogjuk válaszolni. Köszönjük a figyelmet, jó egészséget és kiegyensúlyozott napokat kívánunk mindannyiatoknak. Sziasztok!